Adjunk teret a kérdéseknek, esetleges vitának, hozzászólásoknak, ráhozott még előadással kapcsolatban. De jó volt figyelni ezt az interakciót a kutatók között, ugye egymásra is utaltak, hivatkoztak. Egész jól megismertünk ezeket a szereplőket, különböző oldalban kérdések vagy hozzászólások. Pontosan kérdeznék, hogy ugye, amikor az Eszterházit már ugye ezek szerint ki van nevezve, hogy fordítva utoldásúval eszembe, és akkor ugye Zágrában áthelyezik Veszprémbe a barokba. Annak nem a helydaltanáccsal kapcsolatban volt összefüggés, mert nem tudom, én erről valamit olvastam, szerintem meg valamit is egyszerűen tárgyal. Igen, ezt le is kérdem, de szóba küldtem Márton Figyőt, hogy a Erdély Püspök
közül csak ő szerepelt és itt volt reprezentációja a Bécsben. Hogy az a kérdésem, hogy ez egy rövid időszakban esik ez a néhány alkalom, vagy az ő püspöksége alatt elszólta, de mondjuk feltételezhetően az ő rohangálja ezt a távot, vagy egy tartózkodás, egy hosszabb tartózkodás lesz. 3-4 év volt az nagyjából, hogy elszólt. Meg erre az időszakra egyébként egészen pontosan meg lehet nézni, hogy melyik vagy bármelyik főrangú főrend, hogy mikor tartózkodott Bécsben, mondjuk a Wiener és a Diarium 1920-as évekig nagyjából közölte minden egyes számban, hogy milyen főrangú nemes érkezett a városba, úgyhogy egészen pontosan az nyomunk lehető, hogy mikor volt Bécsben, sajnos 1920-ig. További kérdés, hozzászólás. Akkor informális levelet folytat.